Hello mindenkinek, sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és íme itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban bányászni fogunk, és hát ja, úgymond egy kicsikét simán Minecraftozgatni. Elkezdtem szépen így játszani, és hát gondoltam, hogy indultak akkor már egy felvételt, mert hát mégis csak annyira nagyon így unalmasan nehéz vagyunk. Amúgy tudom, hogy a Minecraft első szabálya, hogy soha ne ássunk magunk alatt, tudom, meg minden, de nem érdekel, most gyorsan bányát kéne találni. Ó, itt van szén, például az ilyen cuccokat én nagyon szívesen elhoznám magammal, mert amúgy jaj, milyen bánya hangok vannak amúgy itt. Mert például az ilyen cuccok azért mégiscsak fontosak lehetnek a továbbiakban is, szóval ja, kéne találni valami normális bányát, vagy valamit, de nem tudom, hogy bármiféle bánya lehet-e itt a közelben, de így lefele ásva. Aha, hát igen, kétlem. Na mindegy! Jó, hát akkor csak szimplán bányásszunk előre, és találjunk minél gyorsabban gyémántot, vagy nem tudom, hogy mit kéne per pillanat csinálni. Örültem volna egy bányának, de nincsen. Azt hittem, hogy pedig, hogyha így lefele ássuk, akkor lesz valami. Ó, legalább itt van a redstone. Az mondjuk hasznos tud lenni. Remélem, hogy annyira azért nem látszatlan az egész, tehát látok valamit mégiscsak a Minecraftomból. Ó, a föld mögött szokott lenni bánya, nem? A föld mögött szokott lenni bánya, srácok, nem? Én úgy tudom, elvileg, legalábbis hát nagyon remélem. De aztán ki tudja. Jó, a reszónok nyugodtan maradhatnak, mert legalább világítanak. Ott az előbb amúgy bebuggolt a Minecraft világ, és majdnem láttunk valamit. Aj, semmiféle bánya nincs itt a közelbe, srácok. Nem már. Ez így annyira rossz. Nem már, én furasztom, hogy el sem fogok találni valami normális bányát. De akkor semmi nincsen. Hát, na várjatok, láva. Láva van a közelbe. Jó, oké, ez azt jelenti, hogy valahol bánya van. Oké, és meg kell keresni már csak a lávát. Aha. Fölöttem van valahol? Nem. Oké, erre. Az a gond, hogy egyszerűen tényleg alig lehet hallani a fülesemből. Legalábbis így a lávás dolgokat én általában soha nem szoktam tudni megtalálni. De úgy egyre hangosabb. Egyre hangosabb, valahol erre kell, hogy legyen. Valahol erre kell, hogy legyen, srácok. Aha, megvan. Jó, megvan a bánya. Easy. Jajaj. Közben jó, nehogy ránk folyjon. Jó, megvan a bánya, srácok. Oké, és haladunk, nagyon jól haladunk. Amúgy alig van izém, a csákányom már mindjárt fog törni, szóval ezt okosan kell tovább csinálni. Jó, legalább a bányát ezt megtaláltuk. Oké, ennyi pozitívum van. Oké, ott vannak vasak, meg ilyenek, ezeket hát kiszedünk, amennyit csak tudunk. Csak azon most itt most le fog folyni a láva szerintem. Jó, oké, haladunk, eléggé királyú haladunk amúgy. Jó, erre mondjuk semmi nincsen. Na mindegy. Jaj, ne, rám folyt a láva, rám folyt a láva. Na jó, oké. Jaj, Istenem. Na jó, mi történt? Mi történt? Miért lett itt ennyire sötét? Srácok, valami nagyon-nagyon sötét lett. Ez mi? Alig látok. Hol vagyok? Mi a? Mi történt? Hol vagyok? Ez mi? Ez mi? Srácok, ez mi? Mi ez az óriási nagy épület? És hogy kerültem ide? Jó, ez nem túl jó. Na mindegy, csinálok, ezt a fát legalább kiszedem, ha már itt van. Fogalmam sincs, hogy miért kerültem ide a bányából, amit most találtam. De király, jó, oké, elkerültünk valami izgalmas helyre, ahogy látom. Jó, oké. Hát akkor menjünk be, nézzük meg, hogy ez mi. Hú, de király jól néz ki. Ez valami óriási, hogy aréna akar lenni, vagy nem tudom. Ott vannak nevek. Ott nagyon sok név van, na várjatok. Merre kéne itt menni? Erre fel. Aha. Hol vagyok? Srácok? Miért van itt ennyi néző, akik ilyen furán néznek ki? Hello! Hello! Sziasztok! Mi van itt? Ki ez? Hölgyeim és uraim, itt a következő versenyző. Mi van? Milyen versenyző? Műsorvezető. Srácok, valami műsorba kerültünk be, vagy mi? De hogy kerültem ide? Hello, uram, atyám, mennyien vannak itt? Te jó ég. Jaj, nagyon-nagyon-nagyon sokan vagyunk. Hello, hogy kerültem ide? Jöjjön és válaszoljon a kérdésekre. Először nem lehet, hogy te válaszolj ezen kérdésemre. Hogy kerültem ide, és miért kerültem ide? És miért van itt ennyi láda? Ó, ezek... nem tudom, ezekben mi van, robbanó méreg, meg ilyenek. Mit kéne csinálnom, vagy nem tudom. De miért kerültem én ide? Nem akartam ide kerülni, én csak bányázgattam szép nyugodtan.
Ha jól válaszol, választhat egy ládát. Aha. Értem. És ha nem jól, akkor meghalok, vagy mi lesz? De kicsikét így nem tudom. Érdekesnek tűnik, de mindegy. De nem akarnál válaszolni először a bugy, mielőtt így belekezdenénk? Akkor büntetés kap, ami titok. Aha, értem. És elsősorban hogy kerültem ide, és miért kerültem ide? Erre válaszoljon, aztán játszottunk felőlem. Nem tudom, hogy került ide. Aha, értem. Jó, mondja a kérdéseket. Srácok, ez így nem tudom. Na mindegy. Hú, oké, és akkor kérdésekre kell válaszunk. Maga jött ide szerintem. Mi az, hogy én jöttem ide? Én biztos, hogy nem voltam itt, vagy nem jöttem ide. Én csak így ide kerültem a... ki a izé stúdió elé, vagy nem tudom mi ez. Mindegy, első kérdés, jó Istenem. Hello mindenkinek, sziasztok! Hello, hello, hú, élőadás mondjuk a tévébe is legalább. Benne vagyok a tévébe, ez az. Ura atyám. A Vider ki tudja szedni a bedrockot? Mi van? Na jó, srácok, ez így eléggé durva, a Vider a bedrockot. Szerintem nem. Szerintem, hogyha tippelnem kéne, srácok, fogalmam sincsen. Szerintem nem tudja. Hát szerintem a bedrockot semmi nem tudja kiszedni, nem? Úgyhogy jól gondolom. Helyes a válasz. Hú, ez az! Hú, akkor választok egy ládát? Jó van. Melyik láda legyen? Válaszó egy ládát. Jó, rendben. Legyen így a... Várjátok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legyen így ez. Legyen ez. Egy creeper fej. Legközelebb azt válaszok. Itt van, tessék, nem kell. Jó, rendben, jöhet a következő kérdés. Úristen, milyen cuccok vannak itt. Az öné, ja jó, rendben, elrakom. Köszönöm. Srácok, milyen jó cuccok vannak már itt, fel is veszem. Hello. Na, második kérdés ű. Rendben, mondja a második kérdés ű-t. Jaj, na, következő áda az lesz, az fix. Ott nagyon durva cuccok voltak. Jaj. Készen állok a következő kérdése. Srácok, úgy tűnik, hogy valami kis kvízműsorba kerültünk bele, hát eléggé érdekes. De mindegy, kivisszük ezt a kvízműsort, hogyha már így ide kerültünk meg ilyenek. Na, hadd halljam a következő kérdést. Easybe, a kőcsákánnyal ki tudod bányászni az aranyat? Nem lehet. Tudti, hogy nem lehet? Tudti, hogy nem lehet? Helyes a válasz, easy. Hol volt ez a láda? Sok gyémánt. Nagyon sok gyémánt. Várjon, mindjárt folytathatjuk. Nyugodtan írja a következő kérdést, én addig craftolok egy kicsit. Úristen, mennyi gyémánt. Jaj, nagyon-nagyon sok van. Harmadik kérdés, ta, mondja! Nyugodtan mondja! Jaj, mennyi cucc, srácok. Gazdagok vagyunk, easy. Nagyon-nagyon sok cuccunk lett. Jaj, mennyi gyémánt, nagyon durva. Várjon, mindjárt. Melyik a legritkább érce játékban? Hát, nem tudom, hát... na várjatok. Ez most nagyon becsapós, mert nem hiszem, hogy a gyémánt az. Nem hiszem, hogy a gyémánt az, mert smaragdot amúgy ritkábban lehet találni. Szóval... én nekem, hogyha tippelnem kéne, akkor a smaragdra tippelek, mert amúgy én szerintem a gyémántot gyakrabban lehet találni, mint smaragdot. Legalábbis így a tapasztalok szerint. Helyes a válasz. Easy! Na! Srácok, így kell gondolkodni jól! Így kell helyesen gondolkodni! Ennyit erről! Na! Mi a következő? Ó. Eddig jól áll. Hát, ja, látom. Mondjuk itt most ilyen nem tudom miket kaptam. TNT-t, meg redstone blokkot, meg ilyeneket. Na várjon. Jó, így szépen kipakolom. Tele vagyok! Tele vagyok cuccokkal! Na, kidobálom a vasércet, meg a redstone-t, mert ez nekem már nem fog kelleni, meg ezt a sok zúzott követ is. Na, hadd halljam a következőt! Negyedik kérdés. Ideig nagyon-nagyon jól állunk, srácok, amúgy. Tehát, hogy idáig, ahhoz képest én azt hittem, hogy sokkal rosszabbul fogunk állni, tökre jól állunk. Amúgy. Ezeket is kidobálom, mert nem tudom. A tűzgolyót kézből el lehet dobni? Igen, el lehet, ez egyszerű. Ez nagyon egyszerű volt. Jaj, ennyire egyszerű kérdéseket, srácok. Szerintem ezeket azért ti is tudnátok. Én szerintem. Ezt egyértelmű, hogy el lehet dobni. 100%. Biztos vagyok benne. 110%-ig biztos vagyok benne, hogy az rossz. Mi? Adj egy tűzgolyót. Ja, nem. Eldobni nem lehet, nem? Vagy... ja igen, eldobni nem lehet, csak felgyújtani! Nem már! Most komolyan hógolyóval dobálsz? Most ennyi a büntetés? Jó, mindegy. És gondolom ilyenkor nem zéletek. Ötödik kérdés. Hú, srácok, a végén felrobbantom. Vicces lesz. Na! Mondjad az ötödiket! Idáig amúgy majdnem kitűnő voltam. Most ezt így
tévedtem, mert ugye eldobni, vagy kidobni, az csak ilyen kidobóból lehet, vagy mivel, vagy kilövővel, vagy ilyen izével. Command blokkot tudsz irányítani túlélőben? Nem! Ez nagyon easy volt, ez tudja, hogy nem, helyes. Aha, megvan, ezt akarom. Jaj, Istenem. Jó, oké, megvan a láda. No, várjátok. Ez is szabályos? Jó, remélem, na mindegy. Jó, amúgy annyira tele vagyok cuccokkal, hogy már nem fér el nálam nagyon semmi, szóval. Hatodik kérdés, na! Várom a hatodik kérdést, mondja nyugodtan. Én addig felkészülök. Menni fog, gyerünk. Gyerünk nézők, hello, sziasztok! Ah! Jó, nem baj. Remélem nekem szurkozok, Pókkal találkozhatunk békés játékmódban. Nem azért mondom, de ez annyira nagyon easy, nem. Nem lehet, ez túl easy. Ez túlságosan easy. Helyes, na! Mennyi kérdés van még? Már kezdem unni. Mennyi kérdés van még, műsorvezető? Hány izé van? Amúgy most jön az utolsó, na! Várom! Az utolsó kérdés, srácok, utána felrobbantjuk a műsorvezetőt, hogyha már nem tudom, így valahogy ide kerültem. De válaszol ládát! Ja, tényleg! Ez tökéletes. Jó, oké, ezt kérem. Jó, oké, hát így most nekem nem fog kelleni, mindegy, az OP-almát elrakom. Na! Jöhet az utolsó kérdés! Kérem! Mondjuk annyi cuccom van amúgy, hogy tényleg nem fér el nálam semmi. Olyan verzióban, amiben... Mi? Ez túl hosszú, ezt nem látom. Kicsit rövidebben írja ki, mert konkrétan nem fér ki a monitoromra. Volt olyan verzióban lehetett lánc... armort craftolni? Na ez nagyon jó kérdés. Láncarmor? Szerintem volt olyan. Szerintem. Miből lehetett? Ilyen vas rögökből, nem? Vas rögökből. Igen, szerintem abból lehetett, nem? Én úgy emlékszem, hogy talán. Vagy nem tudom, helytelen. De az nem volt benne a kérdés, hogy miből lehetett. Csak az, hogy volt-e olyan. De, jó mindegy. Jó szórakozást! Jó szórakozás, sziasztok! Hello, találkozunk legközelebb is! Ja, Istenem! Meneküljünk el! Hú, sziasztok nézők! Hello, mit csinál? Elmenekülök! Ennyi vagy a remény, csá! Jaj. Na jó, húzzunk el innen inkább! Szerintem, és nem tudom, valahogy vissza kéne jutni a rendes világomba. Vagy bármi, mondjuk tele vagyok cuccokkal most már, szerintem bárhol túl tudnám élni. Ugye nem követ, jó, nem követ. Hát srácok! Igazából 2 darab rossz válaszunk volt, és 5 darab helyes válasz. És hát nem tudom, igazából a végét is ő rontott el, mert most ez nem volt benne a kérdésben, hogy miből. Meg ilyenek, de mindegy. Srácok, hogy tetszett ez a videó, akkor dobd egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. És csekkoljatok le a többi csatornámat a leírásba. És tartsatok velem legközelebb. És jöttem, hogy segít, hogy mindig kaptok értestést. És ja, találkozunk legközelebb. Sziasztok!